Érdekes látni, ahogy a kritikusok és a rajongók 21 Marvel film után lassan rájönnek, hogy mennyire is át vannak verve a Marvel filmekkel. Ha elolvastál például egy közel egy évvel ezelőtti hangya kritikát, láthattad, mennyire túlzóan túlértékelik a filmet, szemben azzal, ahogy most a Marvel kapitánnyal bánnak. Pedig a két film minősége nincs messze egymástól. Az utóbbi kb. 5 év Marvel kritikáinak a nagy része hemzsegett az olyan jelzőktől, hogy szórakoztató, látványos, humoros, király karakter, majd mindez után az instant 75-85%-os értékelést is megkapták a filmet, csak mert Marvel és nem lett rossz a film. A kritikusok nagy része előszeretettel értékelte túl a Marvel filmeket. Az, hogy ennek üzleti okai voltak, vagy személyi elfogultságról van szó, az egy külön videót megérne, de tény, hogy ezzel szemben, mintha most végre elkezdték volna bizonyos médiumok kimosni az elvakult Marvel fan nevezetű csipát a szemükből, és mintha helyén kezelnék a filmeket, vagyis nem tesznek úgy, mintha Michelin csillagos étterembe ülnének, amikor csak McDonald's-ban zabálnak ügye. Legalábbis a Marvel kapitány kapcsán nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet. De aztán az is lehet, hogy ez csak egy átmeneti állapot, lehet, hogy a film megítélését túlzottan bárnyékolja az alig egy hónap múlva érkező végjáték, nem tudom, de remélem, hogy az előbbi a helyzet. Üdvözlök mindenkit, én Alteron vagyok, és beszélgessünk ma a Marvel kapitányról. Valahogy sosem izgatott maga Marvel kapitány karaktere, mindig is egy amolyan Marvel-es Supermanként gondoltam rá, ami alapvetően szerintem tök idegen a Marvel világától. Itt van ez a csaj, nagyon erős és kb. Ennyi. Valahogy mindig azt éreztem, hogy az írók túlzottan azt akarják elhitetni velem, hogy hú, ez a karakter a legerősebb az univerzumban, szóval állj úgy hozzá. Mert mi azt mondtuk. De sose tudtam elhinni, ha mert túlzottan le akarták nyomni a torkomon. Maga a filmmel is ez a helyzet. A főszereplő Carol Danvers karaktere szerintem elképesztően unalmas, kétdimenziós és nincs miért azonosulni vele. Az meg még rosszabb, ha erre rádob egy lapáttal a Marvel talán eddigi legrosszabb castingja. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük is a szokásos pro és kontra felsorolást a pro oldallal. Szóval a film látványos, vicces, meg minden. Remélem nem haragudtok meg, ha a pro oldalt el is intézem ennyivel, mert szerintem valahogy örülhetne is a film, hogy ezt még mindig szóba hozom, hiszen 21 filmen keresztül ezt már megszokhattuk. Tehát ez egy olyan dolog, ami alapvetően a Marvel filmekhez tartozik. Szerintem ma már csoda, ezt felhozhatjuk pozitívnak. És akkor át is térhetünk a film negatív oldalára, sajnos ott már azért van miről beszélni. Igazából senkit sem érdekelt igazán. Megint egy Marvel film, amit szimplán csak azért nézünk meg, mert tagja a Marvel filmes univerzumnak, illetve belén súlykolták, hogy a karakternek nagy szerepe lesz a végjátékban. Képzeljétek el, mi lenne, ha például a Marvel kapitány egy teljesen különálló moziként jelent volna meg, 100%-ban önálló alkotásként, úgyhogy nem része a Marvel filmes univerzumának. Őszintén, mennyire érdekelne maga a film? Ha még érdekelt is volna, hiszen szuperhős filmről van szó, vettél volna jegyet az első hétvégén a mozira? Kérdések, amik kellemetlenül hatnak, de fel kell tennünk őket, ha nem akarunk elvakultan megítélni egy Marvel filmet. A film koncepciója. Két brutál nagy bosszúálló film közé tök random beraknak egy szuperhős filmet, csak azért, mert szerepet szánnak neki a bosszúállók négyben, és hogy ne legyen kellemetlen, hogy tök random feltűnik a karakter. De most őszintén, mi szükségünk van maga a Marvel kapitány karakterére a Marvel filmes univerzumban jelenleg? Senkit nem érdekel, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy engem sokkal jobban érdekel, hogy mi lesz Tony Starkkal, Steve Rogers-szel, magával Thanos-szal, és hogyha azt akarják lenyomni a torkomon, hogy majd Marvel kapitány lesz a kulcs Thanos legyőzéséhez, vagy hogy visszaállítsanak mindent, ami eddig volt, akkor nem tudom, nekem nagyon nem fog tetszeni. Sokkal jobban érdekel a többi karakter. Ez a helyzet. Sohasem beszéltek Marvel kapitányról a filmekben, ami tök fura, hiszen ugye a film a múltban játszódik. Az egész Marvel univerzum képét felrúgja, hogy valahol a 90-es években voltam úgy egy brutál erős szuperhős nő. Ez mind szép és jó, de szerintem ezáltal tök súlytalanná teszi a Marvel filmes univerzum eddigi koncepcióját. Királyul felvezették, ahogy a vasember földhöz ragadtságából szépen lassan nyitottak a készítők a mitológiák, a misztikum és az űr felé a filmek által. De a Marvel kapitány ezt az egészet felrúgja. Hol volt eddig? Fury miért csak most hívta, amikor már párszor meg kellett menteni a földet? Tök logikátlan szerintem.
Persze a készítők próbálták menteni a menthetetlent, különböző izzadságszagú magyarázatokkal szolgálni a nézők felé, hogy miért nem hívta eddig Nick Fury, ugye Marvel kapitány például az eddigi bosszúállók filmekben, és akkor úgy magyarázták meg ezt, hogy ki mondta, hogy nem hívta. Ki mondta, hogy különböző filmek között ők nem találkoztak. Wow, érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy ezt későbben hogy fogják megmagyarázni, szerintem óriási nagy pilot hole, de szerintem ez eléggé erőltetett amúgy is. Visszatérő szereplők. Imádom a Samuel L. Jackson által játszott Nick Fury karakterét, aki szerintem a Marvel univerzum egyik legérdekesebb és legrejtélyesebb karaktere. Legalábbis volt eddig a filmig. Óriási zicsert hagytak ki azzal a készítők, hogy nem mutatták be komolyabban az ő eredet történetét, vagy legalábbis nem vezették fel azt az embert normálisan, akit végül megismertünk az eddigi filmekben. A Marvel kapitányban látott Nick Fury abszolút karakteridegen volt az eddigi látottakhoz képest. Igen, lehet itt magyarázni azzal, hogy itt ugye egy előzményről beszélünk, tehát még a karakter sem forradt ki igazán, de szerintem nagyon átestek amúgy is a ló túloldalára. Ő volt a film egyetlen valamire való humorforrása, mert a többi színész erre alkalmatlan volt, de ebből adódóan számomra elvesztette a karakter a hitelességét, és nem tudtam komolyan venni. Nem tudtuk meg, mi az igazi motivációja, nem tudtunk meg róla valójában semmit, de voltak vicces jelenetei a cicával. Wow! De szép macska vagy, Sanyi. A kurva anyádat. Nem szólt igazán semmiről a film. Nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de az a helyzet, hogy kifejezetten sajnálom, hogy nem ment bele a Marvel kapitány jobban a feminizmus témájába. Mert akkor legalább lehetett volna valamiről beszélni a film kapcsán, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e az eszmei ábrázolásával, vagy sem. A film ideológiailag több mindent belógat, sőt inkább utal a menekült kérdésre például, mint az említett feminizmusra, de ilyen szempontból semmiről nem szól valójában a film. Persze vannak utalások különböző szexista megnyilvánulásokra a filmmel kapcsolatban, de az a helyzet, hogy ezek semmilyen hatással nincsenek a film cselekményére, sem pedig a karakterfejlődésre, vagy jobban bele kellett volna menni ebbe a témába, vagy semennyire. Tisztázatlan szándék a filmmel. Mi a film célja? Mi értelme volt elkészíteni a két bosszúállók film között? Mit adott nekünk ez a történet? Olyan kérdések ezek, amikre a válasz kizárólag majd később tudjuk meg, és szerintem ez nagyon gáz. Ez a Marvel filmes univerzum egyik legidegesítőbb tulajdonsága. Megint kaptunk egy eredet történetbe csomagolt sorozat epizódot, ami felvezet egy idézőjeles évadzárót, vagy esetleg egy következő fázist, de mint film megint nem tudjuk hova rakni. Mert csak úgy működik, ha a Marvel filmes univerzumba helyezzük el. Nekem már az gyanús volt, hogy folyamatosan azzal próbálták eladni a filmet, hogy ez lesz az első olyan Marvel film, aminek női főszereplője lesz, ami tök örvendetes és nagyon örülök neki, de szerintem ez magában nem elég, ettől nem lesz jobb egy film. Ahhoz kell egy nagyon jó történet, érdekes csavarok, stb. Ez egyszerűen nem elég. Érdekes meg trendy marketing szöveg, de ennyi. Értékelés. Összességben nem tudok többet adni erre a filmre, mint egy erős 55%. Mint Marvel film elmegy, de kezd már unalmas lenni, hogy 21 film után is még mindig univerzumot építenek normális történetek helyett. A Marvel kapitány bár rendelkezik egy-két érdekes fordulattal, még a képregényekhez képest is meg tud lepni, de nem több egy teljesen átlagos, szuperhős filmnél. A mozi kiáratáig még akár érdekes, meg tetszett is, meg a stáblistában még tudsz beszélni a stáblistás jeleneteig addig arról, hogy milyen vicces volt, meg jó volt ez a film, meg de aranyos volt ez a macska, de hazafelé sétálva már kb. A film felét elfelejted, és másnap már tényleg erőlködnöd kell azon, hogy mi is történt ebben a filmben. Szóval igen, ez egy gyors kaja film, ahogy azt már a Schauburger teóriában kifejtettem nektek. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, írjátok le a véleményeteket mind a kritikáról, mind pedig a filmről a kommentben. Én kíváncsi vagyok, hogy nektek amúgy tényleg tetszette vagy sem. Én Alteron voltam. Sziasztok!